Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz. Sziasztok! Hello mindenki! Ez itt az Igazi Dopman TV adása, benne a Doperatív a törzsfejével, Laci királlyal, a guruval, akiben csalódni fogsz. Kezdjük egyből egy üdvözlő mantrával. Tetted volna, iratkozz fel az Igazi Dopman TV YouTube csatornájára, lájkold, diszlájkold, illetve kommenteld annak a tartalmait ízlésed vagy ízléstelenséged szerint, de mindenféleképpen nyomjál rá a kis harangra és oszd is meg a tartalmakat. Kövess be az Instagramon, a TikTokon, a Redditen, az X-en, az Instagram Threads-en. Van külön bejáratú Dopfiber Mafia, illetve ha Facebookon követsz, subscribe, emoji, comment. Ide írhatnak a trollok, imádás, pörgessétek az algoritmust, de ha nem troll vagy, hanem érdeklődő, akkor csatlakozhatsz a La Mafia szangához itt a Facebookon, ahol kifejezetten az érdeklődőeknek vannak tartalmak, beszélgetések. Megtűrjük a trollokat is, de ahogy eltadnak magukról, kibaszom őket a picsába. Támogathatod a tartalomgyártást úgy, hogy befektetsz a rendszer maradásba. Tehát válthatsz rendszer maradó csapat tagságot az Igazi Dopman TV YouTube csatornáján, azaz mafia katonába avanzsálhatsz, mafia kápóvá, mafia vezéré, vagy mafia munkatársé. Tehát ha befektetsz a családba, akkor családtagja leszel. Előbb elkezdtem, mint a Magyar Péter, bassza meg. Na most egyébként meg lehet balliberális módon Patreonon, www.patreon.com/ az Igazi Dopman TV banki átutalása, vagy pedig PayPal-on keresztül. Ennek leírását megtalálod a videó leírásában. Ha akarod, támogatod a dolgot, ha nem akarod, nem támogatod. De ha támogatod, azt nagyon jó, nagyon megköszönjük, és garantáltan el fogom utazni, el fogom dözsölni, magamra fogom költeni. Valamennyit talán eljótékonykodok, de a nagyobb részét azt a saját magam örömérzetének illúziójára fogom költeni. Készüljetek fel erre lelkileg és idegileg mindenféleképpen. Rendeljetek Zenergyt www.zenergye.hu. Magyar termék, egészség, egzotikus ízű frissesség, tele C-vitaminnal, matetával, zöldtával, ginzenggel, magnéziummal, citromfűvel, lime-lével. Alig van benne kalória. Viszont van benne rumaroma, mert olyan, mint a kibaszott kájpirinja. A C-vitamin tartalma az tulajdonképpen megfelel a napi bevitt mennyiség igényének, úgyhogy ezért mondom, ez nem szar, amivel gurigázunk. Ez a valóság, Zenergy. Nézzétek meg az új klipünket, Cigi meg Hell, utálom a Dopman, július 12. Arena Garden koncert, új műsorral, élő zenekarral, DJ W-vel a zenekarban, fordult a kockáról rengeteg, de a Magyarország rémálmáról is, előtte való napon, július 11-én pedig, Spanifest, Solton, oda is várunk mindenkit, Gangsta Zoe és a Kártella, illetve az Irigy Hónaj Mirigyel közösen gyertek. Gangsta Zoe és a Kártell 30 éves évfordulós koncertjére, ahol fölép a Super 5-ös, már kaphatóak a jegyek a www.livenation.hu. Illetve, hogyha július 12-én az Arena Gardenbe jöttök, akkor a jegyvételi linket már megtaláljátok az eseményen belül, ami fönn van a Dopman Facebook oldalon. Lehet csatlakozni, jegyet venni, ismerőséget meghívni, föléled a gangsterre, csinálunk egy tantrikus
szertartást, amiben a negatív energiákat pozitívvá transformáljuk, hiszen a jelenség világ szintjén fölajánljuk a jegybevétel egy részét a gondoskodás gyermekénket alapítványnak, amely egy halmozottan fogyatékos gyerekeket gondozó szülőből álló alapítvány, amit szoktam támogatni. Egyébként még a gyermekétkeztetési alapítványt is szoktam, ti meg támogassatok, akit csak szeretnétek, Noé alapítvány, bármilyen állatmentő alapítvány, szegények, gazdagok, támogassunk, amit csak lehet. Van, aki a Tisza pártot támogatja. A mai videó, gyerekek, itt vagyok Fruzsinával, mert most én vigyázok rá, hazahoztam a fejlesztőből, édesanyám elment körmöshöz, úgyhogy itt vagyok a Fruzsival, és tegnap már csináltam egy videót, tegnap este, mert én elemeztem ezt a tiszapárti jelenséget, és csináltam egy videót, a Kiöntött a Tisza Szipi címmel, ezt megtaláljátok az Igazi Dopmentevi YouTube csatornáján, de ma beszélgettem így az öcsémmel, meg beszélgettem megint a Gyuszikával, meg ugye tegnap volt a Rónai Egonnal szemben ez a kirohanás az ATV stúdiójában, és továbbá ugye azóta megtörtént a listázás is, tehát most már beindultak ezek a náci hatalom technikák, hogy vallás alapján listázunk az embereket. Mondta András már fel is szólalt, hogy ne is várjunk a vallással, ő zsidó. Tehát Hont Andrásról ezek szerint most már mindenki tudja, hogy zsidó. Én tudtam eddig is, de Magyar Péter is tudja most már, tehát ha a zsidósága miatt szeretné listázni, mármint nem a zsidó vallása miatt, hanem a zsidó identitása miatt megteti azt is. Tehát most már listázás is van, fenyegetőzés is van, hogy az ATV el fogja veszteni a nézettségét, hogyha nem hívja majd Magyar Pétert a Tisza párt képviseletében. Tehát csomó ilyen radikális megnyilvánulás történt itt az elmúlt pár napban, illetve tegnap, a választások óta két nap telt el, és egy pillanatra én is megharaptam, hogy ez a narcisztikus, pszichopatikus tulajdonságok miatt történik, de már tegnap is kifejtettem, hogy a Tisza párt a legnagyobb üzleti innováció, és tovább gondoltam ezt a dolgot, és az az igazság, hogy rá kellett jönni bazzeg, hogy ez az üzlet része. Tehát benne van a politika, nyilván benne van, és Péterünknek a személyisége az adja magát arra, hogy ő esetleg törjön ilyen babérukra, de ez elsősorban nem a politikáról szól, ez egy akkora MLM üzlet, véleményem szerint, ez egy véleménymondó videó, nem tény megállapító, csak figyeljetek, tehát figyeljetek jól oda, mert óriási a sztori. Ugye, hogyha megnézitek ezeket a radikális megnyilvánulásokat, mi az, amit eddig tudunk? Tehát a Tisza párt, aminek van 17 tagja, 17-en vannak a pártban. Aktívan működnek már, mit tudom én, másfél, két vagy három hónapja, azóta is csak 17-en vannak, tehát tagfelvétel nem igazán történt a pártban, hanem 17-en vannak, viszont van 1.300.000 szavazatuk. Na most az 1.300.000 ember, akik szavaznak a Tisza pártra, és elbűvöli őket a messiás, Magyar Péter, barátunk, ők nyitottak erre a kommunikációra. Tehát most, mikor a Rónai Egonnal szemben ugye a csávó előadta ezt a műbalét, ezt a Picsa Hiszti műsort, amiben benne volt egy kis fenyegető magatartás is, meg ezt a kurvára agresszív fellépést, ezt a kia én nem stílt. Ez az 1.300.000 ember, ezek rezonálnak erre. Na de maradt egy csomó másik szavazó, akik esetleg még gondolkodnak, feelingelnek rajta, hogy bele legyenek-e, vagy nem, vagy esetleg átjöjjenek-e máshonnan. Tehát azoknak az embereknek a többségét ezzel a magatartással, ezzel a viselkedéssel nem lehet meggyőzni. Magyarán új szavazókat szerezni ezzel nem lehet. De ez nem is cél.
Tehát pont, hogy az történik meg, óriási, a egyszerűen zseniális a csávó, imádom. És majd azt is elmondom, hogy az Orbán, meg az ellenzék, meg ez a politikai elit és a rendszer hol követte el a hibát, azt a hatalmas hibát, hogy megtörténik az, hogy a politikán keresztül minden idők legnagyobb újítását teljesen legálisan, hivatalosan végre tudják hajtani a Tisza párton keresztül. Tehát ez egész egyszerűen zseniális. Tehát mit csinált az ember? Van neki 1.300.000 embere, ugye? Na most vannak a rendszerváltó kártyák, ezekről már tegnap beszéltem, tehát megvásárolhatod a rendszerváltó kártyádat, ugye van 3000-es, 5000-es, 8000-es, van még egyedi pénzes, van mindenféle össze, ezeket tegnap kifejtettem. Az egyszeri támogatás, amivel megveszed a kártyát, az 3000 forint, de ismétlődő mechanizmus vagy előfizetés alapján ezt 12 hónapra megveszed. Magyarán a 3000 forintos rendszerváltó kártya az egy évbe 36000 forint. Na most tartanak olyan 9000 előfizetőnél, akik ha ez 10000 rendszerváltó kártya, 3000 forintos rendszerváltóval csak, tehát 36000 forintos, és ebből eladnak 10000-et, évi 36000-re, az 360 millió forint egy nap alatt, bazdmeg. Egy nap alatt! Mekkora király! Akkora, Isten császár! És ugye mi volt? Tehát, hogy mit követett el a hibát az Orbánék, meg a másik ellenzék? Ugye az Orbán a Fideszből a leglátványosabb melós, ő nyerte meg most is a választást, már kim van a geopolitikában, viszi ezt a fajta politikai vonalat, amiben ő hisz meg, amit képzel, ez felépítette a klientúrát, ami anyagilag ezt tudja támogatni, illetve alá tud feküdni, és meg tud ágyazni ennek, plusz adja a hátterét ennek a dolognak és az infrastruktúráját, amit Magyarországgal elképzel. Mert de ugye a gazdagodás, meg az urizálás, meg a pénz miatt kialakult erre az alapvetően épeszű pragmatikus elképzelése egy elszállt, gőgös, urizáló műsorszám, ami az embereknek egyre szimpatikusabb. Látjuk azt, hogy 1.300.000 szavazó, az kifejezetten agresszívan. Hát már a pesti srácokon láttátok a TikTok influencer, aki torkon szeretné őket szúrni, meg ilyen indulatokkal vannak a fehér ingesek között, tehát egy ilyen fasizálódás zajlik. De ennek azért van, ugye az az alapja, hogy ezek ott nagyon gazdagok, és érzik az emberek, hogy sokan méltánytalanul és érdemtelenül, mondjuk mindenhol így van a világban, tehát hogy a legtöbben méltánytalanul és érdemtelenül gazdagok, de az a lényeg, hogy ott ez az idegesítő. Az urizálás, meg az a rengeteg látvány és a elszórt pénz. A másik ellenzékben pedig ez az értelmiségi alapon, ez a fennhéjázó, mindent jobban tudok, mint ti stíl, ugye, amit az ellenzéki megmondók ott a belpestiek képviselnek, az se igazán szimpatikus, ez se, viszont egyre több a harag és a frusztráció. Tehát jó dolgába veszik meg a kutya, és ez nagyon igaz a magyar népre, úgyhogy túl jó dolgok van, túl kövére, túl elhízottak, ugye a Tisza pártot kifejezetten felső középosztálybeli emberekből álló tömeg támogatja, pénzesek, hát látjátok, 3000-es kártyát tudnak venni, 5000-es, 8000-es, mindenféle. Na most ez adott egy teret annak, hogy bejöjjön egy új politikai erő. Anno a Jobbiknál is ez volt, csak ott a rasszizmusra építették föl, meg a náci stíre, de most tulajdonképpen kicsit náci ez, olyan náci is, de más módon, tehát ezek a harag, ők a harag isteneiként érkeznek, akik elverik az elitet, de ez csak a kinézet, mert igazából ez a világ legnagyobb újítás, ez az egész. És gondoljatok bele, tehát elmondtam, hogy ha csak 10000-et adtak, és egy nap alatt 9000 fogyott el, 9000 fölött, ha 10000-et eladnak,
az 360 millió forint. Plusz a kártyátokon keresztül, mivel ez egy termék, tehát hogy ez, hogy mint közösségi finanszírozás, megveszed a rendszerváltó kártyát első szinten, ugye te már elhatároztad, hogy elindulsz a szép jövő fele, Magyarország, óriás, imádom. A B kártya, ha 5000-es, ott már te egy elhivatott rendszerváltó vagy, és hogyha megveszed a legjobb kártyát, bazeg, akkor egyenes az út a paradicsomba. Zseni, zseniális. Tehát fogott a csávó, szerzett 1.300.000 fős vásárlói közönséget. Ennek az 1.300.000 embernek bármit elad. Az ég adta világon mindent el tud adni, és ami a lényeges, tehát hogyha ő például Egonhoz, ha bemegy, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, igen, hívtak, nem baj, majd legközelebb bepótoljuk, ne erről beszéljünk inkább. Persze, hagyjuk abba, ne is vitatkozunk, tehát hogy nem ráülök a Rónai Egonnak a logikájára, és hagyom magam provokálni, nem, rafináltan, lazán megkerülöm, hátulról jövök, de nem, direkt vadult be a csávó. Benne van a természetében, a karakterében, tehát ha odaadják neki a hatalmat, ne aggódjatok, élni fog vele, de nem ez az első számú, az üzlet direkt vadult be. Mert ezzel a vadulással több szavazót már nem tud szerezni. Hatalom közelébe nem fog kerülni ettől a viselkedéstől, mert ezzel, aki nem szavazott eddig rá, meg kétségei voltak, azokat taszítani fogja. Viszont ezt az 1.300.000-et, azt ezzel a viselkedéssel egybe tartja. És ezzel a viselkedéssel a kártyákat el tudja nekik adni. Na most, ha belegondoltok, ha csak 2 évig eladnak 50.000 kártya a cél, ha 2 éven keresztül 50.000 darab évi 36.000 forintos kártyát adnak el, tesó, az mekkora újítás. Tehát, és akkor még arról nem beszélek, hogy aki esetleg beletolja ebbe a projektbe a pénzt, vagy azt mondja, hogy figyelj, van egy kis lém, át kéne ezt valahogy futtatni a történeten, az is támogató kártyán keresztül kiveszik a... Úr, imádom, zseniális ez a Tiszapár, és ha figyelitek, azért tolja a radikalizmust, mert a fehéringesek, tehát a fáklyások fehéringesek, ezt imádják. És hogy mekkora a tanárság. Hát bazeg, leszavaztak Európai Uniós képviselőre, azt se tudják, ki a képviselője. Én néztem egy interjút az egyik képviselőjelöltjükkel, bazeg, megkérdezték, hogy mit szól ahhoz, hogy megvonják Európai Unió a vétójogot Magyarországtól. És arról beszélt, hát meg kell nézni a legjobb opciót, mert az opció közül a legjobb opciót kiválasztjuk, és akkor majd nézzük az opciókat, és az opciók majd mutatják az semmi. Össze-vissza vakolt a gágyi, sírtam. Nagyon nagy biznisz. Na most figyeljetek! Zseniális. Tehát ha csak 2 éven keresztül kártya, kitűző, merchandise, stb. 1.300.000 főből álló piacot teremtett magának MLM technikával, a legnagyobb 2 évig csak adják el az összes kártyát. Kutya baja nem lesz. Egy gratulálok! Sírsz, és ami a legszebb, a pártban még mindig 17-en vannak. Tehát olyanok, mint a mafia. Ittenek, nem párt, nem belépsz a párt, itt nem nyílnak meg a könyvek, tesó. Csak úgy belépsz a pártba, ahhoz orvos, ahhoz minimum 5-ször el kell állulni a hősök terén, a forróságba, hogy a pártba bevegyenek. A pártba 17-en vannak. Még mindig. Tehát több százezres rendezvények vannak, és 17-en vannak a pártba, testvérem. Tehát nem azon, hogy tömegesen belépnek a pártba. Lófasz! Vegyél kártyát! Tehát rendszerváltó, támogató lehetsz, de pártot nem.
Hát miért? Hát szerinted imádom. Tehát most lehet, hogy gyorsan erre a videóra elkezdik beléptetni az embereket. Ez egy tegnapi információ. Tehát 9000 eladott kártyával a pártban 17 darab tag van. Ez mekkora? 17. Benne van anyám barátnője, unokaöcsém, sőt, király. La cosa nostra. A mi ügyünk, és megharaptattak 1.300.000 embert, bevadították őket, és ezért kell tolni a radikalizmust, mert ezzel meghúzza a feje fölött a választási plafont, tehát most van 1.300.000 embere, és ez az 1.300.000, ez majd elkezd csökkenni, mert várhatólag, tehát csak az indulatait fogják tüzelni, meg össze-vissza üzenetekkel operálnak majd, meg ide-oda-oda, azt se tudják, kit szavaztak ki az EP-be. Óriási! És annyit kell csinálni, föntartja a forgalmat, és árulja a cuccot. Adja, és ebbe a szegény Bulgária lehagyott országba, az emberek így adják a kártyára a lóvét. Tessék, még egy rendszerváltó. Vedd meg a legújabb rendszerváltó kártyát, ez bebizonyítja, hogy te elhivatott rendszerváltó vagy. Utalj egyedi összeget 100.000 forint körül, hogy megszervezhessük az újabb tüntetést. Sírok. A legnagyobb üzlet. És ez már senki. Nagyon nagy. Nem vesznek be senkit. Nem vesznek be senkit. És föntartják az izgalmat, meg a hangulatot. Plusz, hát ugye olyan kevesen vannak a pártban, jelöltjük sincs. A jelölteket is úgy választották, hogy hát szeretné jelölt lenni? Hát persze, legyél tesó. Kimész az EU-ba, 6 millió nettó. Tehát a csávó kukázott magának egy 6 millió nettós fizetést, az még 5 évig, meg a izében, a városi közgyűlésben még mit tudom mennyi. Figyeljetek, a legnagyobb császár király. Csibész. Ez, tehát, hogy ez úgy megmalmozta az egész országot, hogy öröm nézni. Imádom az embert, a legnagyobb újítás, és a kommunikáció totálisan kitalálta, tehát ugye az Orbánt öregezi, ez a tipikus TikTok kommunikációkat nézi, de meg vagy öregedve, bátya, vissza kéne már vonulni, tudod, te már ne repeljél, le vagy már járva, mint a déli busz, menjél már innen, most már mi jövünk, érted, tesó, milyen az ország, mi vagyunk a képben. Ugye csinálja ezt a fiatal versus öreg stílt, akkor nyomja a vallási fanatikusos cuccot, amit már mondtam tegnap, akkor csinálja ezt a fiatalok agresszió, öregek, és emelem, piramis játék. Gyerekek, mondom, még egyszer várom, hogy mikor lesz a kártyára affiliate, és ez a politikai élet szégyene, és ez az egész politikai elitnek a szégyene, és az összes értelmiségének, aki ezt támogatta. Jól nézzetek a tükörben, mindannyian, ti nagy most nem mondom a nevet, hogy egy piramis, egy fogyasztói csoportból párt lett, bazd meg, vélemény videó, nem tényként állítom, a véleményem az, hogy ez az. Én azt képzelem, hogy az, mert annak látom a saját valóságomban, és megtörtént Magyarországon, hogy 30%-nyi szavazatot kapott egy ilyen történet, egy MLM kalapon, orvos és szenzációs. Tehát a Tisza párt 17 tagú tagságának csak gratulálni tudok, a legnagyobb királyság. És jogászilag le van mérve, támadhatatlan. Tehát még azon se lennék meglepődve, hogy a Tisza párt honlapja egy Shopify lenne. Esküszöm, hogy valamilyen ilyen, ugye ilyen módon fizeti ki, még az sem lennék meglepődő, hogyha valamilyen motoron keresztül menne, nem lehet megtámadni. Semmi, megveszed a kártyát. Nézzetek, után lehet plastikba is lehet kapni. Tehát, hogy amit azt hiszünk, hogy politikai cél, meg az őrült, messianisztikus, de hát, gyerekek, csávó a világ léjét keresi meg ebből. És tudjátok mi? Megérdemli, bazeg. Tehát ez az ország semmit nem változott.
Ha Iza ura szabadságáról van szó, akkor bazd meg, összegyűjtik a pénzt. Ugye erről szóltak a fogyasztói csoportok, meg a pilótajáték, hogy havonta befizeted a pénzt, az valaki olyan, mint a lottó. Most pedig a rendszerváltás ígéretére tolják a lét, és amit át akarnak futtatni a rendszeren, át tudják futtatni, véleményem szerint. Beszarok. Most írja valaki, hogy már ott van a kártyájuk az ATV-n, a médiashowban. Nem érted? Zseniális húzás, Isten császára csávó. Csak egy a baj, hogy lehet, valóban sárgalapos az ember, mert azért lehet látni, hogy azért van baj a toronyban, de én meghalok. Tehát egész, és ez az elit, ezt is, ennek tudott teret teremteni a magyar politikai elit, hogy ez világújdonság. Ez egész egyszerűen világújdonság, és ezért rajonganak. Meghalok. A legnagyobb újítás. És mondom, nem léphetsz be. Csak támogathatod. Azt megengedik, de majd te nem fogod eldönteni, hogy mire, majd azt ők elosztják, és hát nem akar ő első számú jelölt lenni. Mindenhova ő megy, mindenhol ő van, azt se tudjuk ki kicsoda, de ő nem akar. Ő, dehogy. Ő nincs is ilyen, ő nem szám. Imádom. Szóval, és kinövesztették a gyereket a hátukra. Akkor a kifizető, hát ezt tényleg elkúrták a politikusok, és de leginkább a nép kúrta el, hogy mint alternatívaként ez tudott megjelenni, akik azt mondja, én a szeretet, a nyugat, a humanizmus, és közben gyűlölködnek, óriási. Nem tudott megtermelni ez az ország az elmúlt x év alatt egy kedves, laza, jókiállású, frankó, emberi, neurotikus, pszichés és egyéb elmebetegségektől mentes figurát, bazd meg, aki kijöhetne és valamiféle kihívás elé állíthatná ezt a zseni csávót, akit úgy hívnak, hogy Orbán Viktor, és akinek nincsen még megfelelő követője, és ez az egyik legnagyobb dilemmája lehet a politikájában, hogy a saját politikai hagyatékát kire hagyja, és hogy merre menjen tovább az ország sorsa, mert közben világszinten heavy metal dolgok történnek, tehát ugye a NATO a háborús elhivatottságról akar megnyilatkozni, az Unió így kavar, minden kaotikusan áll, és ebben a közegben, ebben a világ közegben jött egy brigád, és megcsinálta az évszázad újítását. Egyszerűen nem térek, tehát imádom az egész történetet. Ez mindent vett, mindent vett. Vegyétek a kártyát, esküszöm, hogy én is befizetek, mert ha tényleg eljön a szebb világ, én nem akarom belőle kimaradni. Tehát vegyetek rendszerváltó kártyát, mert az most mindent visz. A legjobb befektetés. Tuti száz. Ahogy jött a váltás, onnantól kezdve megágyaztak nektek a paradicsomba. De ez egy kis kiegészítő volt a tegnapiakhoz, és innentől kezdve dobtam a téma csontját, de nagyon szórakoztató. Iszonyúli. Csúcsá! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz! Kommentelsz, lájkolsz, megosztasz!